Megtalálták a Germanwings német fapados légitársaság lezuhant utasszállítójának egyik fekete dobozát a francia Alpokban. A gép darabokra tört, miután nekicsapódott egy hegynek. A Barcelonából Düsseldorfba tartó járaton 150-en voltak, a katasztrófát senki sem élte túl. Amerikai szakemberek közben kizárták, hogy terrortámadás történt volna. Az áldozatok közül 67 német, 45 pedig spanyol volt, az utasok között pedig gyerekek is voltak. Órákkal a szerencsétlenség után még mindig csak készülődtek a mentő alakulatok az induláshoz a francia Alpokban. A hatóságok több tűzoltó különítményt és több szakasz rendőrt küldtek a tragédia helyszínére. Sietniük kell, hamarosan viharzóna éri el a területet. Hogy mennyire nehéz dolguk van, ezek a felvételek is mutatják. A környék csak légiúton közelíthető meg. Mindenfelé meredek hegyoldalak, erdők, hófötte csúcsok. A barcelonai repülőtéren közben a spanyol utasok aggódó hozzátartozói gyűltek össze. Egyelőre nagy a bizonytalanság, mert még nem adták közre az utaslistát. Egy régi kollégám felesége és barátja, meg egy munkatársam is a fedélzeten lehetett, de egyelőre nem erősítették meg, mondta egy várakozó. Mások, ahogy ezeken a képeken is látszik, már teljesen bizonyosak abban, hogy elvesztették hozzátartozóikat. A német kormány válságközpontot állított fel, ahol a rokonok érdeklődhetnek. Úgy tudni, az áldozatok közül 67 német, 45 spanyol és egy belga állampolgár. A fedélzeten utazott egy német gimnázium 16 tanulója is, két kísérő tanárral és két kisgyerek is. Semmi remény, hogy lennének túlélők. A francia államfő ezt már kora délután kijelentette. A baleset körülményei miatt úgy véljük, hogy nincsenek túlélők, mondta François Hollande, aki arról is beszélt, hogy órákig tart, mire a mentő alakulatok elérik a tragédia helyszínét. A járat már eleve jó fél órás késéssel indult Barcelonából, nem tudni miért. Már elérte a francia partokat, amikor percenként 1000 métert süllyedni kezdett, pedig az idő viszonylag nyugodt volt. A személyzet vészjelzést adott le. Szűk 10 perccel később a gép lezuhant Barcelonet és Dín települések között.